Szól a Rákóczi induló a Vajai Várkastély parkjában. Itt több mint fél évszázados hagyománya van annak, hogy megemlékeznek II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójáról. A fejedelem két alkalommal is járt a kastélyban a szabadságharc idején, ezért szorosan kötődik a település múltjához. Először a szabadságharc kezdetén, 1703. július 19-én. Azért jött Vajára, hogy a Vajakon keresztül megnyerje a szabadságharc ügyének megyénk nemességét, azt követő pedig az ország nemességét, főrendjeit. A második látogatása már erdélyi fejedelemségként is történik, hisz 1704. júliusában Gyulafehérváron azzá is megválasztották. Második látogatása 1711. január 31-ére esik, itt a császár küldöttével Pálffy Jánossal tanácskozik. Itt ajánlják föl számára, ha lemond Erdély függetlenségéről, akkor minden más rangját, jószágát, birtokát megtarthat. Közismert azt, hogy nem teszi, inkább választja az emigrációt. A szabadságharc bukását sirató Rákóczin óta is felcsendült az ünnepi megemlékezés előtt. Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntőjében elmondta, a kurucok küzdelme végül elbukott, a rendi alkotmány azonban megmaradt, így a vármegyék tovább képviselhették a magyarság egészét. Hozzátette, Rákóczi a későbbi korok számára is hitelesítette a szabadság ügyét. A Szatmári és Beregi vármegye részeken különösképpen fontos Rákóczi emlékezete, hiszen a népmondákban, a hagyományokban, a közösségek emlékezetében mai napig is élénken és eleven él Rákóczi Ferenc, a nagyságos fejedelem emléke. Ezen a vidéken kezdte el szabadságharcát a hazáért és a szabadságért, és olyan példát ad számunkra a mai napon is, ami a identitásunk megőrzésében segít, illetve a függetlenségi küzdelmeinkben is, hiszen ma is szükségünk van függetlenségi küzdelmekre, hiszen vannak olyan törekvések, amelyek egyneműsítenék az európai népeket, az európai kultúrákat. Fontos megmutatnunk a saját értékeinket, így lehetünk európaiak, hogyha minél jobb magyarok vagyunk. Katonai tiszteletadás kíséretében koszorúzták meg II. Rákóczi Ferenc szobrát. Ezt követően az intézmény könyvtárában egy különleges kiadványt mutattak be. A Kísérlet című periódikát a Várkastély épületében működött alkotóház szerzői állították össze még 1970-ben. A megszerkesztett és kinyomtatott lapszámokat végül felsőbb utasításra bedarálták. A meglévő kéziratok alapján azonban 50 évvel később sikerült kiadni a kötetet. A Rákóczi emlékünnep apropóján időszaki kiállítás is nyílt a gyűjteményben. A tárlat a Szatmárberegi Népművészeti és Kézműves Egyesület alkotóinak munkáit mutatja be. Ez egy nagyon komoly örökség, és nagyon komoly örökségápolás, amelyet a Szatmárberegi Népművészeti és Kézműves Egyesület végez, hiszen itt akár fafaragásokban, akár pedig abban a képzőművészeti hagyományban, amelynek egy része a beregi és felsőtiszaüdéki keresztszemes hímzés, mind-mind jelen járnak, és úgy gondolom, hogy pontosan azt az örökséget ápolják, amelyből mi is lettünk. Akár hogyha a fafaragásokra emlékezünk, ugye az a Beregben azért ennek igen komoly hagyománya volt, akár hogyha Schmidt Sándorra emlékezünk, vagy a most is köztünk élő Barát Sándorra, és nagyon jó látni azt, hogy itt az évről évre megvalósuló fafaragó táborban viszik tovább azt a hagyományt és azt a munkát, amely jellemezte akár a népi építészetet, vagy akár a képzőművészetet. És hogy ez megjelenik a keresztszemes hímzésben is, abban a keresztszemes hímzésben, amely már Hungarikum. Úgy gondolom, ez egy olyan küldetés, amelyet mindig zászlóra kell tűzni, és minél több helyen meg kell mutatni, mert így tudjuk tovább éltetni, és így tudjuk átmenteni az utánunk következő generációnak. A Kézművek című kiállítás április 14-éig megtekinthető a Vajai Vai Ádám Múzeális Gyűjteményben.